És nem csak önök életet ad, hanem megerősíti a szövetségeket, megerősíti a hitben való járásunkat, és minden olyan dolgot, amit meg kell, hogy erősödjön a mi házasságunkban is. Figyeld a 22-es vers, István, olvasd közül. Ti asszonyok, a ti saját férjeiteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak. Amen. Azt mondja először is, amikor, tehát itt már Pál apostol az Efézusiaknak azt mondja, asszonyok, engedelmesek legyetek mindenben a ti férjeiteknek. Sok férfi ezt persze kihasználja, és azt mondja, mindenben, nem olvastad az igét, mindenben. Abban nem, hogy a férfi kicsapongó életet él. Abban nem, hogy a férfi 10 nőt tart mellette. Még egyet sem szabad az új szövetségbe tartani. Egyet sem szabad, mert bűn Isten ellen. Nagyon nagy bűn Isten ellen. Majd megnézzük a Timóteus levélben. Mert nem én mondom, hanem Pál mondja a kis Timóteusnak. Így tanítsa Timóteust is. Hogy csak egy feleségük legyen. Nem lehet kettő, meg három. Nem lehet mellette kicsapunk életet én a férjnek. Mert ez bűn Isten ellen. A 10 parancsolatban benne van, testvérem. Éppen ma beszéltem az én anyósommal, mamámmal, ott volt nálunk. Mert tegnap úgy betöltött a Szent Szellem, hogy nem tudt hazamenni, mert haza kellett vinni hozzánk busszal. Szó szerint egy ország se tért észhez, ahol kelet volt. Kicsőség az Úrnak. Az Úr egy a keleten, nem mi nem tudnánk keletetni. Átadhatunk mi is, mert mi vagyunk a kelet hordozói, de erről majd máskor. A lényeg az, hogy az ember házasságban éljen. Sokkal jobb Isten szemébe. Hát a 10 parancsolatban azt mondja, hogy paráznoság okáért az ember nem kerüljön be meg. Istennek van egy 10 parancsolat, és az első 3 parancsolat azt mondja, ne ölj, ne lop. Ne paráználkodj. Amen. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember a paráználkodik a maga testét fogja megcsalni. Isten előtt meg nagyon nagy bűnkövete. Még a gondolat is. Jézus azt mondta, figyelj! Az ember kívánság okáért ránéz egy nőre. Férfi, kívánság okáért. Akkor már a szívébe paráználkodik. A szívében. A szívében már akkor paráználkodik. Mert azért nézett el, nem azért nézett el valami másokból, hanem Jézus azt mondta, ha kívánság okából néz. Már a szívében paráználkodik. Amúgy rá lehet nézni szép nőkre, itt testvérekre, idegen. Emberekre és nőkre is, de nem olyan kívánság okáért, hanem egész más okból. Testvérem, Jézus azt mondta, ha ránézek egy nőre és kívánság okából, már a szívembe paráználkodtam. Én meg nem akarok paráználkodni. Hiszem, hogy Isten népe nem akar paráználkodni. És ez nagyon fontos. Azt is mondhassuk, hogy a madárnak nem tudjuk megtiltani, hogy átrepüljön a fa fölött. Azt nem, mert tud repülni a madár. De azt igen, hogy fészket rakjon rá, azt meg tudjuk megtiltani. Azt, hogy meg is cselekedt a bűnt, azt meg kell feszítened a testet. A bűn ellen, a kívánság okán ellen kell megbeszélni a testet. Mert Jakab is beszél erről, Jakab 1.12.13.14-ben azt mondja, hogyha a kívánság megfogom bánni, itt a kívánságban, lehet, hogy kívánod a gyümölcsöt és ellopod. Megtetted, megfogom bánni. Vagy asszonyra tekintesszük, férfiak, megfogom bánni. Bűn szűk, a bűn zsoldja meg a halál. Jaka meg, olvasd csak el, akár most is még Bérikán nyugodtan olvasd. Tehát azt mondja, hogy nem lehet, nem szabad az embernek úgy kívánság okáig tekintgetni, jobbra meg balra, kacsikra, főleg a hívőknek.
sok hívő pásztor ezért ki kell. Sok evangélista már réges-rég az egyik lábuk a pokolban. Soknak, sajnos. Nem jó ezeket kimondani, de sajnos így van. Ez így van. Testvérem, nem engedheted meg, hogy kívánság okáig nézzen az ember egy nő. Vagy a fordítva, a nő a férfi. Főleg gyülekezeten belül nem szabad. De tudjuk sajnos, hogy napjainkban is történnek ilyenek, meg voltak is, történtek is. Ezért a paráznosság bűn. És a parázna férfit és a parázna nőt nem azt mondja az Isten így, hogy egyből vessétek a gyülekezetből, hanem azt mondja, ne üljetek bele le egy asztalhoz. Az egy köntösökben van az meg. Azzal még együtt sejjetek, aki atyafilétére teszi ezt. A világiakról nem beszél, mert a parázaságból, a bűnből kell kihozni a világi embereket. Amen. És rólunk beszél hívők. Mi rólunk, testvér? Mi rólunk? Hívőkről. Olvasd tovább, testvér. Fontos. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszony is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víznek felelőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Amen. Amen. Testvérem, tehát azt mondja, hogy úgy kell a férfinak szeretni a feleségét, mint a saját testet. Szereted a testedet? Férfiak, szerettek borotválkozni? Szerettek mosakodni? Szereted a saját testedet? Szereted? Ja, így kell szeretni a feleségedet is. Ezt mondja az Úr. De a feleségnek is ugyanúgy kell, mert egy testek vagyunk a Krisztusban. Sőt, még Pál apostol azt mondja, nagy titok ez, de én most itt most az egyházról is beszélek. Sőt, én az egyházról beszélek. Mi vagyunk a mennyasszony Krisztus. Amen. Rajtunk nem lehet csömörgézés. Nem lehet. Nem lehet a mennyasszonyon csömörgözés. Vagy valami apéle. Ez sem lehet. Még ahhoz hasonló sem lehet. Hanem tiszta és fethetetlen legyen a mennyasszony. Hófehér ruha legyen rajta. Miért probléma? Mikor Jézus látott egy embert a nagy vacsorán, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Miért nem volt mennyegzői ruhája? Mert nem kaphatta meg. Bűne nem lenne kapta meg. És azt mondta, mit keres itt az ember? Mit keres itt? Nincs is mennyegzői ruhája. Miért ülök az én asztalomnál? Fogjátok meg, és vessétek a külső sötétségre, ne videkod. Ez a házasságról is szól. Mi Krisztusnak a földi mennyasszonya vagyunk, és rajtunk sem lehet csömörgözni, szeplő vagy valami aféle, hanem legyen szent. És fethetetlen az egyház. De az asszony is legyen szent. A férfi is. A házasság szentelődjön meg a Krisztusban. Meg kell, hogy szentelődjön a házaspár. Akkor lesznek a gyerekeink is megszentelődve. Miért tagadja el majd az Úr a gyermeketet? Miért mondta Jézus, hogy ne tiltsátok tőlem el a kisgyermekeket? Mert ilyenek ki az Istennek ország, ilyenek ki az én atyám ország. Néztek csak magunk, mert az apostolok is nem tudták ezt. Zavargálták a gyerekeket. Ne gyertek ide, zavarjátok a mestert, vigyétek meg gyorsan a kis gyerekeket. De Jézus azt mondta, ne, álljatok meg, ne tiltsátok el tőlem a kis gyermekeket. A házasságban a gyermekek, amit születnek a házasságban, egy megszentelődő házasságban, amely csak nem úgy történik, hogy
összeállunk, és az én feleségem vagy most már, vagy én vagyok a férjemmel összeálltunk, hanem akkor szentek a gyermekek, ha Isten előtt köttetek ezek a házasságok. Azaz, mint most, a Szent Szellemnek is itt kell lenni, az Atyának is, a Fiúnak is, és a Szent Szellemnek is. Olyan, mint amikor a bemerítkezés, megkeresztelkedünk vízben, mert azt mondja, hogy bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak, és még valakinek a nevében, a Szent Szellem Istennek a nevében. A házasságos így köttetek, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem Isten nevében. Amen! 1 Korintus 7. Lapozzatok oda mindennel. 1 Korintus 7. Amikfelől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a parázasság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségének adja meg a férj a köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjnek. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket. Mivel... Amen. Mivel nem tartóztathatok meg magatokat, nem tudjátok megtartóztatni magatokat. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember Isten előtt szövetséget tudjon tenni. És azt mondja, hogy egymásnak adja meg a férfi a feleségnek a jó akaratot. És fordítva is így legyen a házasságon belül. De amikor a jó akaratot házasságon kívül keresed, akkor a 10 parancsolat ellen védkezel. Isten hatalmas törvény ellen védkezel, és méltó leszel a gehenna tüzére, a pokol tüzére. Testvére, az ember házasságban éljen, mert azt mondja ebben a fejezetben is, elolvasom az egészet, hogy jobb házasságban élni, mint égni a pokol tüzére. Nem úgy írja, hogy pokol tüzére, hanem úgy írja, mint égni. Jobb házasságban élni, mint égni. Nagyon fontos az, hogy szövetség, prígy, háromos kötél, ott legyen az életében egy családnak, egy házastársaknak. Mert ha ott van a prígy, a szövetség, a háromos kötél, akkor csodálatos, Isten előtt egy megszentel. Még az ágy is meg van szentelve, azt mondja. Hogy a gyerekeink is így lesznek szentek, mert mind a ketten az Úrban vagyunk, és a születek a gyerekeink már szentségbe születnek meg. A végét olvasom. Az egy különös évig mutatom, pont is lehet lesz, hogy picit. Itt, innen olvasom. Igen, olvasd egyszer, és olvasd. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt, mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Amen! Amen. Drága testvéreim, sok ezt a szigét félreérti sajnos, de én azért vagyok, hiszen hogy el tudjam magyarázni. Amen. El tudjam mondani az igazságot ebben az igében. Mert azt mondja, hogy el ne bocsássa a hitetlen asszonyt az ember. És az asszony a hitetlen férjet fordítva nem kell elbocsátani. Hanem együtt lakjon vele. De viszont a példa beszédekben a bölcs Salamon, Dávidnak a fia, azt mondja, jobb lakni,
a tető ormára, a ház tetőn fönt, mint egy közös ház, mert háborúgatszott. De itt arról beszél, hogy el ne bocsássa. Sok pedig összetéveszt ezt az igényt. Ott az én azt mondom volna, hogy mindig háborognak. Mindig, mikor megyek szolgálni, hol voltál, mit csináltál, miért nem jöttél már haza? Inkább a tető, a pallásra mennék volna. Bemennék. Átmennék apámhoz, vagy valamelyik rokonomhoz. És ott lakták. De ez nem azt jelenti, hogy megnősülnék, mert palászálkodnák, hanem ott lakták. Inkább. Mert nem cselekednék rosszul, nem mondhatnám senki rám, pásztor! Hát miért nem ész a feleségedbe? Azért, mert nem tudok vele élni, mert mindig állom. Mindig kötözködik. Mindenféle baj van, mert én szolgálom, uramként. De nem azt jelenti, hogy váljok el tőle. Csak parágosnak okáig bocsáthatom meg. Szeretném, ha nagyon megjegyeznétek ezt az igényt. Ez nem azt jelenti, hogy összeveszek a feleségemmel, és elmegyek parázrákodok egyet-kettőt. Összeállok egy hétig valakivel. Majd megmutatom neki, hogy ki vagyok én. Nem mutattad a sátának az engedelmességet a sátának. Bűnbe keveredtél, méghozzá hatalmas mocsokban. Fertőbe keveredtél. Fertőbe. Aki házasságban él, az el nem várít, és azt mondja, ne zavarja el a feleségét. Ha akar, inkább menjen fel a tetőormába. Mert még ott is jobb lakni, ezt a példabeszélyt mondja, mint egy háborgasszony egy közös házban. Persze meg kell próbálni az egységet a Krisztusban, mert Krisztusban egyek vagyunk. Mert Isten így azt mondja, egy teszt vagyunk. És ahogy olvastunk az Efezusi levélben, hogy az asszonyok is engedelmeskedjenek a férjüknek mindenben. Mindenben. Persze nem abban beszél, itt a házasságról beszél, és Pál apostol azokról beszél, akik Krisztusban vannak. Nem a világi embereket tanítsa, ezt a gyülekezetnek jár ez a tanítás. Mert ki is van írva, hogy az Efezusi gyülekezetnek. Olyan embereknek szól a tanítás, mint mi. Gyülekezeti tagok. És ezért mondja, hogy engedelmesek legyenek az asszonyok mindenben. Én a sok év sorozatán, hogy szolgálom az én uramat, sok-sok családdal találkoztam, házaspárokkal. Legutóbb elmentünk a szolgálókkal, két éve van körülbelül. Jól mondom, hogy a hangfalakat adták nekünk, akkor mentünk. A kettő, körülbelül két éve van. Elmentünk egy pásztor házába. Én akkor nem tudtam, mert a Gönc Dani küldött oda minket, lebeszélte. Azt mondja, Laci pásztor, szereztem nektek hangfalakat. Menjetek el, ide is ide erre címre, letelefonáltam minden, hozzátok, tiétek. El is mentünk, és hogy bementünk erre házaspárhoz, a férfi volt a pásztor. Na, kinevezze volt pásztornak a férfi. Hogy bemertünk, hogy Isten áldjon benneteket. Persze még a fiatalok pakoltak, addig én leültem és beszélgettünk egy kávé mellett a házas párral. Ezek szolgálnak Pesten, egy kis 10 fős csoportuk, mert őket tanítassák szolgálnak. És rögtön észrevettem, mikor az asszony férfit megsengette szólva. Ő beszélt végig. Pásztor, mi történt velünk, hogy elbántak velünk, meg panaszkodott, ezt most nem sorolom, mert nem ide való. De abban a pillanatban észrevettem, hogy a nő Jézabel szerelmet volt. És leállítottam, hogy állít ezt meg. De nem beszélj ezt majd, annyit beszéltél már, unom. Állj, te beszélj most, te beszélj ezt meg. És a szerény módon a pásztor kicsit beszélt. De megadtam a szájába szavakat, mondom, ámen, ámen, Isten téged hívott el. De az asszony mindig közben akart már. Rögtön felfedeztem, de nem csak én, a Olivérék is, a presbiterek is felfedeztek, hogy az asszonyban van egy olyan diktatúra szellem, hogy a férfit leulhat. Férfi úgy fértőle, mint a tűz.
Szó szerint. Alig már szerencsétlen beszél. Győzdön ezt nem mondtad, milyen családhoz küzdelem, vagy emlettünk. Fölismertem, és beszélgettem, hogy egy kicsit. Lehet, hogy nem tetszett neki a feleségnek, hogy mondtam, kicsit vedé vissza létszíves testvérnő, mert a férfit hívta Isten, és ha ő a pásztor, akkor fogad el a valódi tekintélyt. Nem a leuralás, tekintélyt fogadja. A férfiaknak meg nem uralni kell a családot, feleségnek, lehúrogni, leuralni, mert ha nem, akkor ez meg az lesz, hanem igazgatni kell. Az igazgatás azt jelenti, hogy megigazultam Krisztusban én, amen. És meg tud az én tanításom véget igazulni az egész család. Köztük az én kedves feleség. Nagyon fontos ezt állni, testvérek, hogy nem az asszony hordja a kalapot, mert a fejedelmi bot nem az asszony kezébe kell hordani. Az más, hogy a férfi nincs megtérve. Az egy másik eset. Arra is van jó igyei tanítás. De amikor mind a két fél jön Istenhez, az Úrhoz, akkor az asszony még beszél erről Pál, és a csendességben tanulja. Sőt, azt mondja, az asszonynak még nem is engedem ott szólni. Mert a Timóteus levél végül, mert az asszony családja meg. Évát vert át a kígyó. Évát. Testvéreim, a házasságban a férfi az, aki igazgatja a családot, főleg egy hívőként. A Barnabásnak úgy kell igazgatni a családját a Krisztusban, de nekem is, meg mindannyiunknak. Minden hívő testvér igazgatni. Jó példaképeknek kell anyának lenni nekünk. És a Péter levele. Ja, még ott vagyunk a gyerekek megszentelődésnek, ott majd után. A gyerekek azért szentek, mert mi házasságban élünk, és Istenben járunk. Krisztusban járunk mindannyian, és a mi gyerekeink szentek lesznek, mert szentelődik. Teljesen. Ezért mondta Jézus, hogy ne tiltsátok el a gyermekeket, élnek ki az Isten országban. Amen. De más helyen, figyeljetek, a gyereketről azt mondja, ne von meg a pálcát tőle, példabeszédekben van írva, mert a pokolba mentek ki a lelkét a gyereknek is. Most gondold el, hiába kisgyerek, hiába mondjuk, hogy ilyenek Isten országa, Jézus kijelentette. Amen. Mert kijelentette az Úr. De a példabeszédekben azt mondja, ne von meg a gyermektől a pálcát. Azaz a fenyítés. Mert a pokolból mentett a gyerekeknek a lelkét. Mert elviheti sajnos a rosszaság a gyereket olyan szinte, hogy végül már teljes, mikor növekszik, teljes engedetlen lesz. El fogja hagyni időnapot a szülőházat, és az emberek nem győznek a rendőrségre járni, behívassák őket, a kiskorú, a gyereknek, ezt csinálta, azt csinálta, emet csinálta. Nagyon fontos az, testvéreim, hogy a házasságban élő embereknek a gyereke, és akik Krisztusban járnak, ezt még hozzá kell tenni. Akik Krisztus testében vannak, azoknak a gyerekei mind megvan a szentel. A más kisgyermekeket is Isten hiszem, hogy kegyelmez neki, akiknek a szüleik nem járnak, mert az elragadtatásról azok is el fognak tűnni. Mert még egy 10 éven aluli gyermek nem tudja, mit csinál. Nem tudja, mit cselekszik. De viszont Jézus egy valamit kijelentett. Él neki az Isten országa. Ha az Úr ezt kijelentette, akkor Istennek a hatalmas kijelentést vette az egész világ. És így mi is. Az egész világegyetem vette. Jézus beszédei soha nem múlnak el. A mennybe is létezni fognak. Azt mondja, az én beszédem soha nem múlik el. Ez a világ elmúlik, de az én beszédeim azok soha. Ezért nagyon fontos az, hogy az ember Isten igéhez, Isten drága beszédéhez tartsa magát. Mert ha mi ehhez igazodunk, ehhez tartsunk magunkat, akkor a mi életünk meg lesz szentelődve. És a gyerekeknek is nagy példánképei lehetünk. Mi vagyunk a fél, a én, mint egy apa, és a feleségem, mint egy anya, példánkép a gyerekeknek. Habár most már nekünk unokáink is van,
az unokáknak is példánképpen vagyunk. Mert ők is a mi családunk, a család fákhoz tartoznak. Mert ha a gyökér szent, akkor az ágak is. Amen. Az ágak is. Amen. Amen. Ez nagyon fontos, hogy szent legyen a gyökér. Azt mondja Zsoltános, hogy az asztalunk körül a kisgyermekeink, mint egy olajfa csemeté. Olajfa csemeté. Akik áldásba részesülnek, ott ülnek az asztalaink körül. Mert ti hív emberek vagyunk. És a gyökér szent. Te meg vagy szentelődve, nagyapa, nagyanya. Még a csemeték is. A kis puják, a gyermeket is. Szentek. Az unokák is szegnők. Az asztalaink körül áldottak lesznek. Amen. A puják. Az 1 Péter 3, kedves testvérek, itt is figyeljétek meg, hogy mire tanít bennünket Isten drága beszédje. Itt Ábrahámhoz is felhozza Péter a tanításába, mert Sára, az 5-ös verset olvasni. 5-ös. Figyeld. Mert így ékesítették magukat, hajdan a ma szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, akinek gyermekei lettek, ha jól cselekszetek, és semmi félelemtől nem retektek. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngédebb edénynek, tisztességet tévén. Tehát azt mondja, itt Péter apostol is, lássuk, olvashassuk, hogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte Ábrahám. Uram, Ábrahám, miben segítsen? Mit cselekedtek? Azt mondja, ha jönnek vendégek, te főzzél, kínáld meg őket. És angyolokat is megvendégelt Sára. Sőt, még maga Jézus is ott volt Sárára. Csak Jézus nem is, Sára nem ismert akkor Jézus. Ott volt Sára. És ő mondta neki, hogy Sára, nem soká szülni fogsz. Én? Hát én meddő vagyok. Amúgy is már öreg. A férjem is már teste el van alélve Ábrahámnak. Hogy szüzetnék én? De amit a három angyal, amikor megjelent köztük Jézussal, azt mondta neki az Úr, Sára, nem soká fiat fog születni. És fia született Izsák. Dicsőség az Úrnak! Amit az Úr megmond, az valóban fog válni. És az Úr megmondta, hogy jobb házasságban él az embernek, mint a pokol tüzében égni. És Isten előtt kötettek házasságot. És ha megfigyeljük, Sára, aki Ur-Kasdimból való asszony volt, Ábrahámmal együtt. Ő már, mikor kimentek Ur-Kasdimból, és laktak idegen helyen, sátorokban, urának nevezte Ábrahámot. Urának. Annyira engedelmes volt Ábrahám. Azt mondja az Isten igéje, hogy hasonlóképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek mindenben a férjüknek. De már mondtam, nem a világ emberekről beszél Isten, hanem a hívőkről. Mert gyülekezetek mondja, az Efézusi gyülekezetnek. És így gondolom hívők voltak akkor is, ugyanúgy, mint mi. És ezt a tanítást kellett nekik, őnekik is venni, de mi is veszünk ezt a tanítást. És azt mondja Péter, hogy bizony, az asszonynak, mint gyengébb edénynek a férfi tisztességet tévé. Hogy a gyengébb edény az én feleségem látja, hogy én az Úrban vagyok. Hogy én imádkozó életet élek. Hogy én még megszentelődő életet élek. Hogy én nem a bűnben élek és uralnak alom a családot. Hanem megszentelődő. Példánkép vagyok a családomnak, a feleségemnek, gyerekeimnek, unokáimnak. Péter.
Miképpen Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte ő, az asszonyok is ilyenek legyen. Ne nevezzen engem urának az első, hanem csak tisztességet adjon. És amiben én bölcsen vezetek a háznépemet, és őtet is, mert ő is az én tanításomhoz, ő is az én életem árán fog beülni a mennybe, a megszentelődésbe. Nagyon-nagyon fontos. Mondhatnád, de ne pásztor! Hát egyenként, ahol ketten fekszenek egyenlőbb, az egyik fölvételi. Igen, ez így van. Ám nem tudok rá mondani. De itt arról beszél, hogy van egy hívő péld, meg van egy hitetlen feleség. Azt mondta Isten, hogy ne bocsássuk el. Nem is tesszük. Ha el tudunk vele lakni, tudunk vele élni, földi életben, nem kell elbocsátanom. Vele élhetek, de az elragadtatáskor engem fölvisz az Úr, őt meg sajnos ott tartja. Ha nem születik újra, ha nem fogadják Krisztust, és a Szent Szelleme által nem születik ő is újra. Ez a tanítás. Ezért mondja Máté evangéliumában, hogy ketten fekszenek azon az éjszakán, egy ágyban. Az egyik fölvéteti, a másik ott fog hagyatni az ágyban. Eltűnik mellette, vagy ketten dolgoznak a mezőn. Az egyik fölvétetik, a másik hagyatni. És itt azért jó ez a tanítás a drága Krisztus úrnak. Még a szája legyen áldott az Úrnak, ami kijött az a drága szája. Hogy azt mondja, ketten fekszenek majd azon az éjszakán. Az egyik fölvétel, hogy egy tanuljunk már belőle. Tanuljon az ember belőle, hogy mind a két félnek meg kell szentelődnie. Mind a két félnek. Nincs ilyen, hogy a feleségem hitetlen, és majd beviszem a mennybe. Nem vihessük be mi. Mi nem tehetünk érte, csak annyit, hogy imádkozunk. És figyelj még, hogy mennyire fontos egy feleségnek a közbenjáró imája. Ssss, figyeljétek. Onnan kocs. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébe lénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaiak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Amen. Amen. Bizony testvérem, ha nem laksz, ha te az asszonyoddal olyan szinten élsz, amit nem szabadna élni. Hát te vagy a hibás, és a feleséged nem lakik veled, akkor még az imádságod is meg fog hiúsulni. Nem én mondom, hanem az Úr mondja. Ebben az igében. De ha okkal távozol el, okkal, isteni okkal, bibliai okkal, akkor más lesz az életed. Akkor Istenben maradhatsz. És Isten meg tudja hallgatni az imádat. Az asszonynak tisztességet tévén, mint gyengébe lénynek. Hogy mikor imádkozunk, ne hiúsuljon, följusson a mennybe az imád. Följusson. Hogy egyszer csak látjuk azt, lássuk, hogy megvalósult Uram, amiért imádkoztam. Szemeim lássanak széles országot. Szemeim lássák, hogy kiért imádkoztam. Uram, bőgyöltem. Uram, imádkoztam. Isten megadtad. És én gyönyörködök benned, Uram. Mert azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szíved vágyait, kéréseit. Ezért kell gyönyörködni. Az 1 Timóteus levélhez lapozzunk csak. 1 Timóteus. 5. 1 Timóteus. Akkor... 1 Timóteus, Olvasd lassan is, hangosan. Figyeljetek, 1 Timóteus 5:11. Igen. A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd,
Mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni. Ezeknek ítélete megvan, mivel hogy az első hitet megvetették. Egyszer mind pedig dologkerülők lévén megtanulják a házról házra való járogatást, sőt, nem csak dologkerülők, hanem fecsegők is, és más dologban avatkozók, olyanokat szólván, miket nem kellene. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, és semmi nemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. Amen. Amen. Azt mondja Pál apostol, hogy a fiatalabb és vegyasszonyokat mellőzzek. Ne legyen a sűrűn körülöttük. Férfiak, a fiatalabb özvegyasszonyokat mellőzzétek. Nem azt mondja, hogy ne beszélgessetek, hogy ne tanítsátok őket a jóra, a Krisztusnak az útjára, hanem azt mondja, hogy azért mellőzzétek. Nem kell velük van sűrű, mert akkor gerjedeznek valami, és férhez akarnak menni. És belemennek baláznaságokba, és belekényszerítik a saját testüket. Mit csodálkoztak ezen? Nem én találtam ki az Úrnőbe. Én csak közvetítem tovább az Úr. Az Úrnak az a beszédjét, tanítását. És azt mondja, hogy akarom pedig, hogy a fiatalabbak férhez menjenek, háztartást vigyenek, főzzenek, mossanak, takarítsanak, és minden engedelmesek legyenek az Úrban. Nem a férfinek kell kitakarítani, nem a pénnek kell főzni, nem a pénnek kell mosni, nem a pénnek kell az asszonynak engedelmeskedni, hanem az asszonynak a pénnek. Amen. Amen. Asszonynak, hú, nem valószínűleg rám, remélem. Hiszem, hogy akkor Isten a haragudja inkább, ha ennek a halakszó, akkor meg a bokádat. Mert Isten a mindenható Isten, és ő írta ezeket. Ezek az ő tanításai. A Szent Szellem által. Hiszem. Az Úr kegyelme az, hogy még nincsen vége. Mivel nem fogyott el Isten, zárva kegyelme. Zárva testvérek. Éljetek házasságban, amen. Mert jobb házasságban élni, mint téged. És akik még nincsenek Isten színen, ők megházasodnak. Nem bánom már, hogyha háromasságban, ötössében, de házasodjatok meg. Hogy biztosítva legyen a mennyei utazás. Hogy a jegyek, amikor váltanak a jegyet a menny vonatára, akkor ne mondja, aki adja a jegyet, hogy figyelj, neked nem adott jegyet. És miért nem azért? Azért nem adok jegyet, mert a tanítást nem fogadtad el. El kell fogadnunk Istennek a beszédét, tanítását, és házasságban kell élni. Azaz Frigyet kell kötnünk. Frigyet. Isten az ő csodálatos kegyelméből rám ruházott egy nagyon nagy hatalmat. Az ő hatalmát képviselem ezen a földön. És a rám ruházott hatalomnak fogva ezt a Frigyet is megkössük. Méghozzá most Isten színe előtt. Testvéreim, álljunk föl! Én remettem én, mikor házasodtam. Igen, pedig nyárból nem házol. Remettem. Mennyei Atyám! Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy a Szent Fiadnak olyan hatalmat adtál, hogy amit itt a földön megkötünk, az a mennybe is kötve lesz. Hálát adunk, Atyám, a te drága szent beszédjeidért, Jézus által. Uram, köszönjük, hogy Péternek, a te apostolodnak odaadtad ezeket a kulcsokat, Uram. És azt mondtad neki, Jézus, hogy amit te megkötsz a földön, az a mennybe is kötve lesz. A jobb kezemet
teszem rá. Jézus nevében.